Folytatjuk tehát a Rocktérítő Plus adásfolyamot, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a Spirit FM hallgatóit és a podcast nézőit. Mai vendégem Lukács Laci, a tankcsapda frontembere, akit nagyon kedvelek személyesen is, és ide az elejére rögtön kívánkozik egy kis anekdóta, hogy úgy ismerkedtünk meg, szerintem most már jó több, mint 30 éve. Igen, hogy 92 őszén egész igen, pontosan. Akkor volt 30 éve. Igen, személyes előtte is volt egy távoli ismeretség, de személyesen 30 éve, amikor is a zenekarommal, az akkori zenekarommal, az Ámennel erdélyi koncertturnéra indultunk, és Debrecenben béreltünk hangtechnikát, és a Laci volt a hangmérnökünk, és egy felejthetetlen utazást töltöttünk együtt, ahol az élet nagy dolgait megbeszéltük, és nagyon jókat kevertél, de ami még emlékezetesebb, hogy mélyen átszántottuk a témákat, és igazából a tankcsapda robbanása, ha lehet ezt mondani, de miért ne lehetne, az ezután következett. Úgyhogy bőven lesz miről beszélnünk, azóta persze tartjuk a kapcsolatot, de most itt a széles publikummal is szeretnénk megosztani néhány magvas gondolatot. Ugye egyik dalomban azt fogalmaztam meg kicsit rossz májúan, hogy a rock and roll már csak egy rokkant troll, amivel te biztos nem fogsz egyetérteni, de jól hangzó aforizma. Ugyanis, de hogyha most túlmutatva ezen a szójátékon, megpróbáljuk a rock and rollnak a miben létét, amivel vélhetően te is valamelyest egyetértesz, meghatározni, akkor egy olyan protest életérzés, egy olyan attitűd, amely kifejt valami ellenállást valamivel szemben. Na, hogyha ez így van, és ezzel ebben a definícióban egyet tudunk érteni, vagy lehet, hogy is egyszerűen csak egy ösztönös érzelemkitörés, egy emanáció, egy robbanás, ami nem ennyire tudatos, mint ahogy én most formába öntöttem. Szóval egyet tudsz-e ezzel érteni, és ha igen, akkor mi az, ami ellen, mint protest áramlat fellép? Először is köszönöm szépen a bemutatást, meg a felvezetést. Valóban 92 őszén találkoztunk személyesen először, és ahogy mondtad is, én már ezt megelőzően is éveken keresztül, vagy évek óta ismertem a korabeli, vagy korábbi munkásságodat, meg egyébként azóta is nyilvánvalóan. Sőt, egyébként annak idején, annak a turnénak azért is lettem én a hangmérnöke, mert hogy ott a környéken én voltam az egyetlen olyan srác, akinek némi affinitása volt ehhez technikai szempontból, viszont ismertem a lemezeiteket, igen, az Ámen lemezeket, úgy értem, úgyhogy tisztában voltam a dalokkal, tudtam, hol a refrén, meg egyáltalán mi újság. Egy szó mint száz, kérdezted ezt a rock'n'roll dolgot, hogy a rock'n'roll már csak egy rock'n'roll, akkor egy kicsit visszautalok szintén rád, hogy a rock'n'roll az nem egy tánc. Én azt gondolom, hogy valóban nem, méghozzá azért nem, mert általában az emberek a rock'n'rollt, hogyha egy picit túllépünk a zeneiségen, tehát magán a zenei sémára, hogyha ezen túl lendülünk. Az emberekben van egy olyan rossz sztereotíp, hogy a rock and roll az egy olyasfajta jellemzően az önpusztítással azonosítható életforma, ami arról szól, hogy ugye élj gyorsan, halj meg fiatalon, drogok, szex, fékezetlen dolgok. Én soha nem ezt gondoltam, én a rock and roll-t soha nem így definiáltam, ha egyáltalán definiáltam valaha. Úgy vezetted fel a mondókát, hogy az első kérdést, hogy nem ennyire tudatos ez a fajta gondolkozás. Nyilvánvalóan ez az én első évtizedeimben sem volt ennyire tudatos, de hogyha meg kellett, és előbb-utóbb mégiscsak megkérdezték, hogy szerintem mi a rock and roll, akkor előbb-utóbb kikristályosodott bennem az a fajta gondolat, vagy az a fajta gondolatiság, hogy a rock and roll az egy olyan, nem az önpusztítással egyenlő. Egyáltalán nem, hogyha a piálás egyenlő lenne a rock and roll-sággal, például akkor Magyarországon lenne, vagy másfél-két millió rock and roller, érted? Mert sohány nagyon sokan néznek sokkal többet, mint kéne. A bicet félretéve szerintem az a rock and roll, hogyha valaki, és akkor a protest tálást is kérdezte valamivel való szemben menés, vagy ellenállást. Én azt gondolom, hogy ha valaki annak ellenére is véghez viszi azt, amit szeretne csinálni, hisz abban, amit jónak lát, és ezt megcsinálja, ez lehet bármilyen más civil életből vett példa is, hogyha valaki azt gondolja, hogy ő sokkal jobb kifit fog sütni, mert ő igazi pék akar lenni a szó legjobb értelmében, mint egyébként a többi pék a városban, és ő ezt valóban meg is csinálja, ellenére annak, hogy a szülei mondjuk találnak szánják, és ilyen szinten ellenáll ennek a,
mondjuk családi nyomásnak, és ő tényleg ő lesz a világ, de legalábbis az ország meg a város legjobb pékje, akkor ez szerintem rock and roll. Érted? Uh-huh. Tehát az a fajta gondolatiság, hogy neked van egy elképzelésed arról, hogy te mit szeretnél csinálni, mi akarsz lenni, ahogy nekem is volt kölyök koromban egy lakótelepen Debrecenben, a 6. emelet 27 számlat, egy 50 négyzetméteres lakásban, ugye klasszikus apa, anya, kishúg, kisrác, vagy ugye báty, semmi pénz, semmi zenei múlt, semmiféle izé, és én elhatároztam, hogy én leszek az országban a rockzenekar, a rock énekese. És ezt persze mindenki teljesen hülyének nézett, és mindenki azt gondolta, akinek egyáltalán beszéltem erről, hogy ez egy teljes fantazmagória, és kb. Olyan, mint ha arról beszélnék, hogy én leszek az első magyar űrhajós. Mondjuk azért szerettem volna lenni, de az nem jött össze. Egy szó mint száz, hogyha valakinek van egy elképzelése önmagáról, a világról, azt, amit szeretne magából csinálni, meg azt, amilyennél szeretné a saját világát tenni, és ezt tüzemizen át keresztül hittel és akarattal és mindenféle egyéb ilyen szép jelzőket lehetne most mondani, meg is csinálja, és ő hisz ebben, az szerintem rock and roll. És ez teljesen független attól, hogy valaki egyébként drogozott, vagy nem, ivott, vagy nem, abszinens, vagy egyáltalán zenéle, vagy nem. Szóval ez akkor ez a nemesebb olvasat, ez az akkor úgy tűnik, hogy számodra inkább a szabadság, az önkiteljesedés, az önmegvalósítás szinonimája. Én azt gondolom, hogy igen, szerintem ez a rock and roll. Természetesen persze a rock and roll általában zenéhez, a zenészekhez, a zenéi, nyilvánvalóan a zenészek vannak leginkább a kirakatban. Egy zenészt sokkal többször lehet látni, mint egy a példában említett Péket mondjuk, aki egyébként kiváló kifiket süt. Nyilván őt jóval kevesebben ismerik, de mondom, a lényeg nem is ez. És természetesen ezért aztán, mivel a zenészek, vagy a színészek, vagy a művészek, vagy az életük valamely részét a külvilág szemelátára élő embereket látjuk leginkább, és ugye ezek között az emberek között vannak aztán mindenféle, akár az önpusztítás is magukkal hurcoló emberek, nyilván neked is, vagy neked sem kell erre sokat beszélnem, te is tudod, miről beszélek. Nyilvánvalóan éppen ezért alakultat ki az a sztereotípia egy csomó ember fejében, hogy a rock and roller, vagy a rock and roll az, amikor valaki nagyon be van drogozva, be van rúgva, azt se tudja, hogy melyik csajjal feküdt le, és melyikkel kelt fel másnap reggel az ágyból, de szerintem ez egy nagyon-nagyon felszínes, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, vékony megközelítés. Igen, de azért mégsem alaptalan, mert az az allegória, amit te bemutattál, hogy a szabadságvágytól vezérelt, önkiteljesedés útján haladó embertípus a rock and roller, ez azért egy kicsit távoli párhuzam, miközben azt azért vastagon ismerjük a történelemből, és nem csak a úgynevezett 27-esek klubjára gondolok, akik 27 évesen belehaltak, és magam is ezen a... Vagy ott körül, igen. Ott igen, körül igen, pályán igen. Haladtam, és lehet, hogy ugyanezt gyarapítottam volna. De nem csak ezekről beszélek, hanem arról a fajta szemléletmódról, ami azért tényleg nem csak olyan tabukat döntött le, amelyek az egyéni kiteljesedést folytogatták, amely elnyomták az individumot, és mindenféle hazug, álságos ideológiai maszlagnak rendelték alá a létezést, tehát ezeknek a ledöntése nagyon is üdvözlendő, de azért azt látjuk, hogy a 60-as évektől egy például olyan szexuális devianciák váltak evidencia szintű cselekvéseké, vagy ugye azért a drog világméretű robbanása is nagyon köthető ehhez, szóval azért nem egy önkényes megközelítés ezeket a dolgokat összekapcsolni. Nem, én szóval nem mondtam ezt. Azért is mondtam, hogy természetesen, mivel most akkor nagyképpen fogalmazok, mivel mi zenészek vagyunk a kirakatban, éppen ezért a legegyszerűbb és a legkönnyebb ezt a fajta kifejezés formát, hogy rock and roll életforma, nyilván ezt könnyű ilyen szempontból ráfogni a zenészek, vagy ránk fogni zenészekre, úgy tetszik, és természetesen ennek értelemszerűen jó vastag alapja is van, én ezt egy szóval nem is mondtam, de én azt gondolom, hogy ahogy kezdtük is ezt a beszélgetésnek ezt a részét, hogy ha a rock and roll nem egy tánc, már pedig valóban nem az, sokkal több annál egyfajta gondolkozás, mint egyfajta életérzés, akkor nem pusztán csak a zenéiségről, vagy a zenészekről lehet beszélni, mint rock and roll figurákról szerintem. Na menjünk egy kicsit mélyebbre, mert azt én is maximálisan értem, érzem és elismerem, hogy van olyan életérzés, sőt, mondhatnám, pszichológiailag szükséges, hogy legyen, különösen egy ilyen túlviselkedő, agyon stresszelt, hamiskás ideológiákkal, viselkedéskényszerekkel átszőtt világban, van olyan életérzés, amit igenis csak egy nagyon beborult gitárhang, vagy egy hörgő
ordító ének tud autentikusan kifejezni. Tehát én nekem ezzel nem, hogy semmi problémám nincs, hanem abszolút helyén valónak tartom, nyilván nem 0-24-ben, de időnként. Viszont mi a helyzet azzal, hogyha ennek a mondjuk zenei vagy művészeti dühkitörésnek a lenyomatai azért olyan mondjuk agresszív vagy önpusztítást sugalló vagy piedesztára emelő sorokban is megjelennek, amelyek viszont nem csak kezelnek bizonyos problémákat, hanem maguk is létrehoznak újabb problémákat. Akkor ez jó vagy nem jó? Most erre nyilvánvalóan, hogyha válaszolnék valami rettentően okosat, akkor a rádióhallgatók vagy a podcast nézői hallgatói azt mondják, hogy jó, ez a Lukács, ez aztán egy okos egy figura, de nem őszintén szóval. Én azt gondolom, hogy annak idején, amikor a tankcsapda népszerűvé vált, akkor ezzel válaszolt neked a kérdésre. Minket jó ideig támadtak azzal, hogy a dalszövegeinkben, mivel elhangzanak csúnya, nyomdafestéket nem tűrő kifejezések, káromkodások időnként, amik az adott dalszövegnek az adott gondolatiságát mondjuk megerősítik, vagy még inkább rátesznek egy lapáttal. Sokan vádoltak minket azzal, hogy a tankcsapda egyszerűen csak azért beszél csúnyán, azért káromkodik időnként, hogy ezzel a kivagyiságát bármilyen módon is fitoltassa. Én akkor is elmondtam, és azóta is ezt gondolom, és ennek már évtizedekkel ezelőtt, tehát évtizedek óta ez egy folyamat nálam, és most is azt gondolom, hogy ha valaki csúnyán akar beszélni, akkor nem azért fog csúnyán beszélni, mert egy tankcsapda számban hallottam mondjuk a bazd meg már kisípoljátok kifejezést. Nem gondolom azt, hogy a világban történő, egyébként valóban rengeteg számtalan szörnyebb és szörnyebb esemény van. Nem gondolom, hogy azért történnek ezek a dolgok, mert valaki erről énekel, vagy valaki erről festmény festett. Ha megnézel egy Bosch festményt, ahol a pokol olyan szinten le van festve, hogy tényleg rendesen belebozzunk, még ha rágondolok is, nem gondolom, hogy attól lettünk pokoliak, mert Bosch pokoli képet festett. Érted, én is nem is ezt akartam ezzel kifejezni, hanem, vagy nem is erre irányult a kérdésem. Hozzáteszem, és beszúrom ebbe ezen a ponton, hogy ezzel éppen azért nem is lehetne se kitűnni, se lázadni, mert mindenki így beszél, tehát éppenséggel a mai véleményem szerint sokkal inkább azzal lehet, ha valaki mondjuk mellőzi. Egyébként ezeket, igen. Hát jó, persze, közben a világ egy csomószor kifordult saját magából az elmúlt 30 évben. De visszatérve a vezérszálhoz, tehát hogy nem önmagában arra gondolok, hogy elcsattan egy káromkodás, vagy egy trágár szó, hanem arra is, hogy azért egy rock megmondó embernek van egy fajta példamutatása, és az nem egyszerűen annyi, hogy figyelj, ki vagyok borulva, és nagyon naturalisztikusan megmondom a véleményemet, hanem inkább az, amikor már olyan elemek is megjelennek, amelyek tényleg bizonyos életvezetésbeli devianciákat állítanak világos pozitív dicsfénybe. Értem a kérdést. Én a többi zenészről, énekesről, szövegíróról azért nem tudok beszélni, és nem is akarok, mert ők tudnák a saját dolgaikat ilyen szinten mondani, én magamról tudok beszélni, én azt gondolom, vagy azt tudom erre a kérdésre válaszolni, hogy így is vannak olyan gondolatok, vagy voltak az elmúlt 30 évben olyan gondolatok, amiket még a papírra is betettem, végül aztán nem kerültek soha tankcsapda dalok szövegeibe. Te cenzúráztad magad azért. Én még csak azt sem mondanám, hogy cenzúráztam, csak vannak időnként olyan gondolatok, amikor lehet, hogy este még úgy gondoltam, és reggel, amikor felkeltem, és kipihentem magam, mondjuk kihozanottam például, és végig gondoltam azt, hogy mit gondoltam előző este magamról, a világról, adott esetben ezt le is írtam, elolvastam, és egy kicsit még néha én is megrettentem tőle, és úgy voltam vele, hogy oké, hogyha én egyetlen éjszaka elteltével kicsit jobban kipihenve, mondjuk kihozanodva, és azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül igaz minden esetben, akkor ezt inkább nem mondom el az embereknek. Természetesen ennek ellenére, vagy ezzel ugye van egy csomó olyan gondolat a dalszövegeiben is, amiket mind a mai napig vállalok, szokták kérdezni, hogy egy 25 vagy 30 évvel ezelőtt született dalszöveget el tudok-e ma is őszintén énekelni, hogyha mondjuk olyan dolgokról van benne szó, ami már konkrétan most nem igaz rá, mondjuk, hogy nincs pénzem, nincs nevem, mitől legyen jó kedvem, ez egy 30 évvel ezelőtt egy dalsöveg. Igenis, el tudom most is őszintén és tiszta szívvel énekelni. Nem azért, mert most már, mert mai nap is nincs pénzem, mert most már van pénzem is, meg van nevem. Nem át tudod élni. Hanem mert át egyrészt akkor, amikor ez született, valóban így voltam, ráadásul a hallgatóság közül most is biztos vagyok benne, most is van egy csomó olyan srác, akinek nincs pénze és nincs neve, amikor a koncerten ezt a számot játszok, énekli és táncol rá, vagy pogózik rá. Uh-huh. Tehát miért is lenne ez baj? Tehát ilyen értelemben véve azt gondolom, hogy
hogy az a fajta öncenzúrázás, amit te mondtál, ez ilyen szinten nem igaz, de az kétségtelen, hogy vannak olyan gondolatok, amiket aztán később én magam is azt gondolom, hogy ezt így ebben a formában legalábbis mégse. Nézzünk egy konkrét példát. Van például egy nagyon megkapó című dalotok, Köpök rátok. Az üzenet, ugye, ha jól emlékszem, ez az a dalotok, ami bitang kemény gitárriff kísérlet, ami egyébként általános jellemzője dalaitoknak, de a klip egy ha jól vélelmeztem, akkor egy kőolajfinomító környezet. Így van, Százhalombatán forgattuk. Ezt nagyon régen kinéztem magamnak, de ti meg is valósítottátok. Nagyon ipari, nagyon igen, ilyen... szóval teljes industriál környezet, nagyon autentikus kapcsolatban áll a hangzással, úgyhogy kifogástalan a klip, a gesztusok, minden. De ugye, amire rákérdezek, kapcsolódva az előző témához, az az, hogy azért ugye azt is meg lehet érteni, hogy ahogy a dalszöveg, amelyet most nem idézek pontosan, de körülbelül arról szól, hogy nem a mások mondják meg, hogy én ki vagyok annyira okosan, hogy még én se tudom úgy megmondani, hanem hagyd tudjam én, hogy én ki vagyok, vagy ki szeretnék lenni. És ez a fennhéjázó attitűd, ami sajnos elterjedt a közbeszédben, jogos tühöt vált ki adott esetben. Hát ezt képzeli nagyon, nagyon hitelesen a dal. Na de vajon jót teszünk-e akkor, mint ahogy például te teszed a dalban, hogy jól leférgezed és lepatkányozod azokat, akik ezt teszik. Miközben valószínűleg ők is hasonló eszköztárakkal élve hívták ki a te haragodat. Hogyha azt kérdezed, vagy az a kérdés, hogy szerintem helyes egy ilyen dalt énekelni, akár estéről estére egy koncerttúrán, akkor a válaszom az, hogy természetesen igen. Gondolom, különben nem csináltad volna meg, természetesen egy ekkora energiákat befektetve. Hogyha téged akaratod ellenére, annak ellenére, hogy igyekszel a lehető legtoleránsabban, leglojálisabban fordulni az emberekhez, mondjuk egy kocsmában is, csak egyfolytában húzigálják a bajszodat, csak egyfolytában piszkálgatnak, csak egyfolytában kiborítják a piát, amit már 20-adjára kígérted, nem 21-edjére is kiborítják a piádat szándékosan, akkor egy idő után csak felállsz, és az asztalra vesz, és azt mondja, hogy állj eddig, és ne tovább. Uh-huh. Ez a dal ennyi. Hát jól az asztalra vertél, mit agadás. Bele is fogunk menni, hogyha már itt tartunk, ezután a konkrét dal elemzésekbe, amelyekből nem csak annyi olvasható ki, ami benne van, hanem mint jó igazi dalszövegekből sokkal több túlmutat ezen. És itt most tartsunk egy kis szünetet, és jöjjön egy valamelyik jó kis tankcsapda nóta, és aztán jövünk vissza a szünet után. Legyen így. Folytatjuk a Rocktérítő Plus podcast és rádióbeszélgetés Lukács Lacival, és épp annál a részén tartottunk, amikor egyrészt kilátásba helyeztem, hogy most belemegyünk a dalszövegellemzésbe, másrészt pedig előtte arról volt szó, hogy mennyire tud indokolt lenni egy-egy kemény beszólás, főleg annak fényében, hogy a világ, vagy akár konkrétan az emberek sokkal keményebbek és sokkal agresszívebbek, mint amire ez a felhorkanás történik. Szóval szerinted? Szóval szerintem az van, hogy trágárkodni, öncélúan trágárkodni, öncélúan keménykedni, káromkodni, az valóban teljesen felesleges és ok nélküli. És így, őszintén szóval én ezt igyekeztem kerülni mindig is. Azokban az időkben is, amikor egyébként a zenekarnak a lemez borítóira rátettük a figyelem szókimondó szövegek emblémát. Aztán idő után nem kellett ezt rátenni, mert idő után azok a szövegek, amik miatt rátettük ezt a szókimondó szöveg emblémát, ezek a szövegek egy idő után már nagyon-nagyon barátságos. Igen, konzervatív bácsiknak a beszólásai voltak, igen. Én azt gondolom, hogyha hangsúlyozni akarsz valamit, és hangsúlyosan akarsz valamit kifejezni, akkor időnként kell ilyen, akár zenei, akár szövegi eszközökkel élni, hogyha az előbb, nem tudom, végül is a Köpök rátok című dal ment ele, de hogyha igen, és hogy valaki ezt hallgatta, ezt a dalt, és nem ismerte még korábban, azt hallotta, hogy nem csak szövegekkel, de zenei eszközökkel is igyekszünk ezt a fajta erőteljes intenzitást érzékeltetni, hiszen végül mégiscsak egy zenekarról beszélünk, nem pedig egy költőről, így van pontosan, még akkor is, hogyha vannak, akik a tankcsoló szöveget egyfajta költeményként apostrofálják, én ezeket dalszövegeknek hívom, persze, amik zenével együtt érvényesülnek. Egy szó mint száz, szerintem
ennek ugyanúgy helye van, mint azoknak a líráknak, mert egyébként idáig most arról beszéltünk, hogy a Lukács Laci milyen borzasztóan tud hörögni, káromkodni, és milyen kétládobos metálifek vannak. Azért azt is tegyük hozzá, hogy a Tankcsapdának az elmúlt 30 plusz évben születtek nagyon, nagyon, nagyon más hangulatú, más jellegű, ha úgy tetszik, lírai dala is. Jó, de hogyha valaki kimondja, hogy Tankcsapda, azért mégse ezek ugranak be elsőként, hanem én ezek... Én csak ebben sem lennék biztos, mert mondjuk egy örökét tart, hogy anyádék, apádék, érted? Az például egy lírai dal. Egyfajta ilyen melankólika, semmiképpen nem egy metálnóta, érted? Igen, az például az egyik legismertebb dalunk. Persze, jó, hogy ilyen sokat. Egyébként én úgy határoznám meg a ti zenei világotokat, de javíts ki, hogyha tudsz jobbat, hogy valahol a hagyományos heavy metal, tehát nem a mutálódott dark thrash, nem tudom én milyen posztmutálódott metal, igen. A hagyományos heavy metal és az ilyen ércesebb hangú punk rock, nem a punk, de a punk rock között feszül valahogy az íve, nem? Én úgy fogalmaznék, hogy ezek az elemek is megtaláltuk benne, mi egyszerűen csak rockzenének apostrofáljuk, ha egyáltalán kell Magyarországon még valakinek a tancsolát apostrofálni. Nem, nincs olyan jelentősége. Na, akkor menjünk bele. Van egy olyan dalotok, hogy hiába szóltam, most nem teljességgel fogom felolvasni az idézeteket, hanem csak részleteket. Kamerák, reflektorok vesznek körül, pokolra kíván majd, aki most veled örül. Hollywood whisky, a sofőr a limuzin, a parti a lányok, két mari kokain. Neonfények, nagyon félek, üres a fej, tele a gyomor, hamis vények, a körülmények, álmodik a nyomor. Na most, szerinted miért van az, hogy a mai napig, sőt ma talán még inkább, mint korábban, és ez a könnyűzenében stílus független, a klippekben azok a vágyálmok jelennek meg, amelyeket vélhetően a fogyasztóik csorgó nyállal néznek, hogy nézzük, mi adatik meg a nagy rockstárjainknak, az itt felsorolt valóságelemek, és kvázi az előadó és az újabb, most nem akarok megnevezni stílusirányzatok, a stílusokban ez szinte még tolakodóban van jelen, kvázi kérkedően is, itt nem kérkedően, itt inkább kritikusan, de sok esetben kérkedően, gyerekek, nézzétek meg, mit értem el, és itt van. Ja, és igen. Stb. Tehát, hogy ez miért van? Tehát miért van az, hogy a tömegek, a hallgatóság, a nézők ezeket a fétiseket kívánják, miközben azért tudható, hogy hát igen, tiszavirág életű örömökről szólnak. Hát szerintem azért, mert nem tudható ez. De érted? Tehát, hogyha valakinek azt mondod, hogy figyelj, csinálj valamit, mit tudom én, legyél bárki az életben, és egyszer csak megérkezem majd idézőjelben téve a valóságban is Hollywoodba, ahol majd limuzini megy eléd a repülőtérre, és majd viszkit iszol a nem tudom milyen hírességekkel a VIP részében a legmenőbb bároknak, akkor ez egy átlagember számára. Ez természetesen ez egy annyira távoli fétis, de azért maradjunk a realitásnál, ez Magyarországról maximum két kezemen tudom megszámolni az elmúlt 150 évben. Ez valóban, hány embernek sikerült, tehát erre az esély rendkívül kicsi. Ez valóban viszont, így van. Viszont az előbb említett témával azért nagyon sokan kérkednek, ha nem is hollywoodi szinten, de itt kis budapesti vidéki, akár most Hollywoodhoz képest, ha mondom a kis jelzőt, tehát egy magyarországi szinten, hogy mennyire menő arc vagyok, itt vannak a csajok, a buli, stb. Erről azért jobban belátható, hogy hát egyrészt műanyag az egész kegyetlenül, mert ki van bérelve a Ferrari-tól kezdve, minden, ami a képen látható. Ez egyik. Másrészt pedig, ha nem lenne kibérelve, akkor is azért kétes lenne a hosszú távú élvezhetősége. Ez kétségtelenül így van. Igazából ezt a témát nyilvánvalóan most lehetne ragozni sokáig, de maradjunk annyiban, hogy a zenekar a Tankcsapda legutóbbi lemezének az a címe, hogy Lilliput Hollywood. Érted? Na, és hogyha valaki ezt a lemez, ezt a címadódalt meghallgatja, akkor az például arra kérés, hogy mit gondolok én erről, azt szerintem elég jó képet kaphat erről. Nem csak ilyen prózában elmondva, hanem mondjuk úgy művészi értelemben véve dalba, dalszövegbe öntve is. Egyébként te nagyon komázod Los Angeles, egész Amerikát, és ezen belül Los Angeles különösen visszatér a dalaidban. Mi az, ami ott szabadabbnak érzed magad, vagy mi az, ami ott más, mint itt? Figyelj, én Kaliforniáról, Los Angelesről, vagy Hollywoodról már akkor is énekeltem, amikor még
esélyét sem láttam annak, hogy én valaha oda mehetnék egyáltalán, akár csak turistának is, nem úgy turnézni zenekarról, érted? Világos. Az más kérdés, hogy aztán ez megaratott először turistaként, aztán meg turnéztunk is már arra nem egyszer. És tök jó koncerteket csináltunk, és blabla, nem ragozom. Amikor először voltam ott, akkor éreztem azt a fajta, és itt most kimondottan zenei rock'n'rollságról beszélek, amikor az ember életem először mentem a Sunset-en, Boulevardon, és azokon a helyeken fordultam meg turistaként, amiket annak idején kölyökkoromban láttam az újságokban, meg tudtam, hogy az XY zenekarok itt léptek fel ebben a klubban, ebbe a kocsmába jártak inni, mit tudom én, blablabla. Bla. És amikor először ott voltam, akkor rendesen éreztem azt a fajta rock'n'roll rezgést, azt a fajta gondolatiságot, azt a fajta ilyen szempontból szabados, fiatalos, hajrá mindent bele dolgot. Az más kérdés, hogy azóta már tucatszor voltam ott, és ma már nem. Ha oda megyünk, egyrészt vagy koncertezni megyünk, kvázi ugye a zenekari turné okán, vagy ha megyek is oda turistaként, akkor ma már inkább azért megyek ott, mert laknak ott ismerőseim, olyan srácok, akikkel szeretek találkozni, tehát igazából ma már nem azért megyek végig a Sunset-en, hogy érezzem azt a fajta persze. 84-es Mötley Crüe hangulatot. Persze, az hamar emúlik. Egyébként pedig, hogyha valaki a tankcsolódó a szövegeit végignézi, vagy végighallgatja, vagy ha ebből a szempontból legalábbis veszi a fáradtságot, akkor azt is kiolvashatja belőle, hogy én kritikus is vagyok ezzel a világgal szemben. Nem csak a szép részéről énekeltem. Nem csak a szép részéről énekeltem. Ha valaki meghatja, van egy olyan dalunk, és akkor azért mondom konkrétan, hogy most Kalifornia Uber áll lesz ez a cím. Egyik dalunknak, ami egyébként egy Dead Kennedys hasonló című dal, mármint a cím azonosság egyébként az egyetlen közös pont ebben a két dalban. Hogyha valaki azt a dalt meghatja például, ott elég egyértelműen hangot adok annak is, hogy azért ez ott se fenéki tejföl, nagyon nem fenéki, nagyon nem tejföl. Hát a downtowntól egy kilométerre kezdik a Skidrow, ami ugye ilyen sárkodtáborokban élő emberek. Igen, de hozzáteszem, hogy ez a világ sok más nagyvárosában ugyanígy megvan ez egyébként Budapesten is, sőt megvan Debrecenben is, pedig Debrecen nem egy nagyváros, és ott is tud eltnál téged sajnos még a mai napig is vinni olyan helyre, ahová én sem szívesen megyek szürkület után. Igaz, hogy nem egy jellemző hely a városnak, de még mindig van, még Debrecenben is, hát egy ekkora méretű nekropoliszban, vagy akropoliszban, mint Los Angeles. Csak arra kérdeztem rá, hogy az a szabadságérzet, ami az általad is tulajdonképpen eként definiált rock and rollban tetten érhető, ez mennyiben több vagy más, mondjuk Egyesült Államokban, vagy ezen belül Kaliforniában? Szerintem nem több, nem másabb, csak miután ott ugye ott született ez az egész szórakoztatóipar. Nem csak a zeneiparról beszélek, ugye a filmipar, persze, meg egyáltalán a show business, hát azért mondjuk félig meddig Angliában, de ezen a két igen, de ezen a két póluson, illetve azért az a fajta zene, amit a tankcsapda is képvisel, nevezzük ezt angol száz rockzenének a nagyon-nagyon egyszerűen és nagyon nagy gyűjtőfogalommal, akkor azért ennek az a fajta gyökere, ahonnan a tankcsapda is táplálkozik, az ott pont az előbb említett Sunset Boulevard környékén, meg ott a Hollywood Boulevard, tehát ez a West Hollywood, onnan nőttek ki ezek a zenekarok, ami nekem annak idején gyerekkoromban nagy kedvenceim voltak, akiknek a példáján, meg akiknek a fizimiskáját látva, megtapasztalva elindultunk mi is mondjuk aratásban a tankcsapdával. Na, nézzük tovább a dalaitokat. Egy következő részlet. Egyetlen gondolat bánt engemet, megvetett ágyban párnák között halni meg. Úgy múlni el, mint aki nem is volt talán, hajnali árnyék egy bérház oldalán, nagyon szép sorok, és egy egyértelmű Petőfi utalást találhatunk ebben. Na most ugye Petőfi tettekre is váltotta a gondolatait, és meghalt a segesvári csatában, mint tudjuk. Te tartod magad ilyen forradalmának? Egyetlen szükség van ma ilyen forradalomra? És ha igen, akkor te tartod-e magad ennek, vagy de legalábbis tartod-e magad olyannak, aki nyomot hagy, és ha igen, akkor jó nyomot hagy-e? Hogyha nem gondolnám magamról azt, hogy nyomot hagyok, vagy jó nyomot hagyok a világban, akkor eleve nem csinálnám azt, amit csinálok most már évtizedek óta. Tehát nyilván az, amit csinálok, és évtizedek óta csináljuk a zenekarról, úgy értem. Ez önmagában válasz erre a kérdésre, hogy gondolom-e azt, hogy én ilyen. Igen, csak mennyiben forradalmi? Jó, akkor térjünk át arra. Mennyiben forradalmi egy olyan konstrukció, ami azért, és nem most vádként fogalmazom meg, hanem tényként, vágom. Nem a személyedre lebontva, hanem az egész úgynevezett zeneiparra lebontva, hogy végül is azért ez egy,
ez egy profitábilis vállalkozás is, még ha nem is legtöbb esetben, sok esetben nem ez a fő célja, bár sok esetben ez, de tételezzük fel, hogy nem ez a célja, de akkor is az, mondjuk a Petőfinek a Nemzeti Dal elszavalása, vagy a segesvári csatában való hősi halála, az pedig köszönő viszonyban sem volt semmiféle marketing szemponttal. Ez kétségtelen, bár az is igaz, hogyha abban az időben lett volna Facebook, meg Instagram, meg nem tudom milyen dolgok az vannak más, most, az akkor, más. Akkor szerintem az is másképp alakult. De akkor volna. Abban a Facebook, meg az Instagram csak úgy vett volna részt, mint a Landerer nyomdája. Nem tudom, hogy de lett nem, volna. Nem, de nem arról szólt volna, hogy Petőfi reggel alakítsuk meg az ízét, terítsük le az országot, és a többi, és a többi, és akkor indul a turné. Akkor másképp fogalmazok. Ebben a dalsz, az általad most említett dalszövegben, vagy dalszövegidézetben nem azért említem Petőfit, vagy a Petőfinek a ide vonatkozó sorait, mert én Petőfihez mérten egyfajta forradalmának gondolnám magam, főleg nem a belevaló összevetésben. Sokkal inkább, mert az a gondolat, ami ebben a dalban itt elhangzik, azt az első két sorát nála jobban én sem tudnám megfogalmazni, ezért kölcsönkértem tőle ezt a két sort. Reméljük, nem haragszik meg. Bízom most benne. Akkor jöjjön egy tulajdonképpen talán a legnépszerűbb dalotokból egy idézet, a Mennyország turiszt. Egy picit ezért... Megmondom beszélni, hogy picit egyes dalaitokban érzek egy hatást tőlem, hogyha szabad ezt mondanom. Tehát ilyen, én ezt számtalan interjúban, az elmúlt évtizedekben számtalan interjúban, hogyha ilyen témáról volt szó, azt el is mondtam. Igen, tehát. Igen, ez köszönöm is utólag, de magam is ezt így felfedeztem minden, úgy gondolom, részrehajtás nélkül. Na nézzük ezt a Mennyország turisztot, majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó. Aki pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szentpéter szigetre már be van fizetve az útja, önnek a Mennyország turiszt a legjobb szolgáltatást nyújtja. Az a kérdésem, hogy te már be vagy fizetve a Szentpéter szigetre? Nem tudom. Erre a kérdésre ilyen direkt módon akkor se válaszolnék, ha biztos lennék a válaszban. Uh-huh. Őszintén szólva, nem csak ebben a dalban, de szerintem a Tankcsoda dalszövegeknek egy jelentős részében az a jó, és most ez kicsit ilyen fűszapolyt a dolog, hogy én a saját dalai szövegeimet dicsérem, de most ugye itt én beszélek erről. Szerintem ezekben a dalszövegekben az is a jó, és tudom, mert rengeteg ember elmondta már ezt nekem, hogy lehet értelmezni sokféleképpen. Egészen más jelent egy ilyen dalszöveg egy 6 éves kislánynak, mint egy 60 éves felnőtt férfinak, aki ennek a kislánynak a nagypapája. Éppen ezért az, hogy ez a dalszöveg nekem személy szerint mit jelent, vagy neked, vagy bárki másnak, aki ezt valaha hallotta, vagy énekelte, vagy hallja majd, vagy énekli majd. Ezért mondtam az előtt, senkinek nem szeretnék a szájába adni megfejtéseket, vagy megoldásokat, annál is, és ezért mondtam, hogy ha tudnám a biztos választ, sem adnám most meg neked. Jó, nem is kell, mert ez a műsor nem erről szól, hanem csak arról, hogy közösen gondolkodjunk. Persze, ezekről a nagy kérdésekről, erről viszont nagyon kíván szólni. Egyébként én a te dalaidból sokszor a nagy keménykedés, meg brutalizmus mögül, meg néha obszén szavak mögül is kiérzek egy egyszerű, jó akaratú srácot. Szóval akkor melyik vagy te? A nagy brutál metál kőkemény arc, vagy ez az egyszerű, vagy mindkettő? Szerintem a kettő nem zárja ki egymást egyáltalán. Sőt, olyannyira nem, hogy szerintem az emberek túlnyomó részében megvan ez a fajta kettőség. Sőt, ha úgy tetszik, akkor mindenkiben megvan ez a többesség, ha úgy tetszik. Igen, ha ezt a kifejezést használjuk. Nem gondolom, hogy ez a kettő egymást kizárná. Tehát az, hogyha valaki mondjuk... nem tudom, időnként, ahogy te fogalmaztál, keményen, akár zenei, akár szövegi értelemben, egy következő dalban, akár egy koncerten is egymás követő, szándékosan szoktunk is játszani ezzel a fajta hullámzással. Igen, de akkor... Következik egy egészen más hangulat, a kettő nem zárja ki egymást, a kettő szerintem inkább kiegészíti egymást. Jó, rendben, de én akkor pontosítok, arra utaltam, hogy van akinél ez a keménység, hát átfordul egyfajta ilyen rideg durvaságba, és megközelíthetetlenségbe, és sok esetben destruktivitásba, és hát hogyha nem is kell messze menni, mert azt gondolom, hogy a heavy metalnak a különböző almutációi, amiről említést tettünk, azért nem szűkölködnek az ilyenfajta zenekarokban, akiknél azért nem
nem jelenik meg már ez a jó fiú, akiből néha kitör a vadállat, de azért jó fiú, hanem egy rossz fiú jelenik meg, aztán, hogy Isten látja a szíveket, hogy belül mi van, az ugye most egy jut eszembe, aki nem is feltétlenül a keménységével, hanem szerintem a elmebetegségével hívta fel magára a világ figyelmét, ugye Marilyn Manson, aki ez csak egy művész név, de hogy az a kérdésem, hogy van-e az a fajta, szóval legitim tud-e lenni az a fajta botrányokozás, ami már átcsap egy mind személyes életvezetés, mind a közhatás vonatkozásában egy nagyon durva perverzióba, és kifejezetten, legalábbis az én megítésem szerint, ilyen káros hullámokat vet. Figyú, hát nyilván erről ahány nézőpont, annyiféleképpen lehet vélekedni, hogy most ez mennyire jó, mennyire nem. Te úgy fogalmaztad, hogy mennyire legitim. Hát, ha, mivel róla beszélgetünk, most az ő neve elhangzott, aki az egész világot százszor kőbe turnézte, eladott nem tudom hány millió lemezt, stb., akkor ezek szerint legitim, hiszen az emberek egy részét ez érdekli. Hozzáteszem, hogy hogy ő egy kis ipari tanuló tanonc olyan emberekhez képest, akikről nem tudunk az égvilágon semmit, akik a Dark Web leges alsó bugyrában sokkal durvább dolgokat csinálnak. Természetesen. Ezeket nem érdemes egybevetni, mert ez a fajta ellentételezős logika mindig valakinek felmentést. Tehát azért, mert XY nagyon-nagyon ócsomány dolgokat csinál, de van még nála is rosszabb, akkor attól még nem feledkezhetünk meg XY-ról. Oké, akkor inkább úgy fogom, hogy úgy válaszolok erre a kérdésre neked, hogy az én dolgom az, hogy a tankcsapdával és a tankcsapda zenén és dalszövegen keresztül a gondolataimat a lehető legtöbb emberhez eljutassam, azokat a gondolatokat, amikről egyébként én azt gondolom, hogy jó, hogyha minél többen tudják, mindenki... Jó, hát értem a válaszodat. És az, hogy most Marilyn Mansont valaki szereti vagy nem, és ha szereti, miért, ha meg nem, akkor miért nem, én megmondom neked őszintén, én ebben nem szívesen mennék bele. Nem kell bele, itt semmi nem kötelező. Most akkor elmegyünk még egy tankcsapdadalt meghallgatni, és utána folytatjuk a harmadik harmadot. Egyben a rádióhallgatóktól most elbúcsúzunk, de felhívom mindenki figyelmét, hogy a harmadik harmadot pedig hallgassátok meg, és nézzétek meg podcast formájában a közösségi oldalakon. Tankcsapda Lukács Laci a vendége. Folytatjuk a Rocktérítő Plusz adását a podcast formátumban, és a vendégem továbbra is Lukács Laci, a tankcsapda frontembere, és már belementünk a dalok elemzésébe. A következő, ami szintén egy nagyon népszerű és általad is említett dalotok, az Örökké tart, ami tényleg egy lírikus dal. Egyes rímpárok nekem is beugrottak ebből, de hát nyilván ez egy olyan merítés, ugye, amit minden dalszövegíró elmondhat a kollégájáról, hogy ugyanazok a rímpárok eszünkbe jutnak. A lényeg, hogy akkor felolvasnék egy részletet. Ha nem hiszed el, hogy az életed ajándék, nézd meg jobban, hogy élnek anyádék. Ha nem hiszed el, hogy az élet tényleg örökké tart, hiába úszol, belefulladsz, pedig ott van a másik part. Hát én itt már egy kifejezetten biblikus életszemléletet érzek átszűrődni, amit abban érek tetten, hogy van egy szív, aki le akarja vedleni magáról az ősök romlott és megtépázott életét, és vágyik az örök életre. Rosszul hallom ki, vagy mit szándékoztál üzenni? Nem hallod rosszul, ezért is mondtam egyébként, amikor a Mennyország törő szövegéről beszéltünk, hogy ahányan vagyunk, annyiféleképpen értelmezhetünk egy dalszöveget, jelenlősebben akár egy tankcsapda, vagy egy általam ért dalszöveget is. Látod neked például, miután te se tudod a saját szemüvegeden keresztül, te is csak a saját szemüvegeden keresztül tudod nézni a világot, ahogy én is, meg ahogy mindenki más értelemszerűen. Éppen ezért neked mondjuk egy ilyen gondolat jutott róla eszedbe. Egyébként nem jársz messze az igazságtól. Én apai nagyanyámon keresztül egy elég erős, egyébként görögkatolikus volt az apai nagymamám, és én
gyerekkoromban tőle láttam, hallottam, tehát igazából rajta keresztül ismerkedtem meg a Bibliával, meg ezzel az egész dologgal, hogy ha itt tetszik, egyáltalán. A szüleim nem voltak igazából vallásosak, vagy nem tereltek arra felé, se nem tereltek elfelé tőle. Az kétségtelen, hogy gyerekkoromtól kezdve körbevett engem egy csomó mindenféle ugye, szimbólum, meg egyáltalán egészen kicsi voltam még, amikor nem fogtam föl mondjuk a keresztnek a jelentőségét, ami a falra ki volt mondjuk a szobában téve. Nem is ez a lényeg, sokkal inkább az, hogy ez az egész dolog soha nem állt tőlem távol egyáltalán. És egyébként, hogyha valaki a tankcsoda dalszövegeket akár ha tetszik, elemezgeti, nem ez az egyetlen dal, ahol akár szándékosan, akár konkrétan utalok, akár bibliai idézeteket is használok bizonyos dalszövegekben. Majd még olyanra is rátérünk, ha lesz idő, de itt azért elég explicit módon kijön ebből a dalszövegből, hogy nézd meg, hogy élnek anyádék, és ha nem szeretnéd ezt, akkor fogd fel, hogy az élet egy ajándék. Tehát itt azért egy olyan felhívás van, ami arra épít, hogy legtöbbször az előző generációktól nem éppen követendő mintákat látunk, és ez teljesen párhuzamos azzal, hogy amit Jézus mond, hogy aki el nem hagyja apját és anyját, az nem lehet az én tanítványom. Én legalábbis ezt vélem kihallani belőle, tehát hogy azt a mintát valahogy meg szeretnénk haladni. Miért van azt szerinted, hogy a legtöbben elégedetlenek a szülei életmódjával, miközben nyilván most a nagy átlagról beszélek, a legtöbb szülő jót akar és próbálja a legjobbját nyújtani. Hát figyelj, szerintem ez egy örök generációs probléma. Azt gondolom, ez nem most, nem 20. századi, vagy 21. századi, vagy ha úgy tetszik, modernkori probléma. Vagy ne, de felgyorsult helyzet. Ennek az kétségtelen, hogy felgyorsult. A világ minden értelemben felgyorsult. Mondjuk egy 200-300 évvel ezelőtti ember azt sem tudna, hogy merre kapkodja a fejét, egy fél perc alatt megzavarodna, szédülne, mint a paraszt gyerek az aszfalton a városban, érted? Tehát, hogy így, persze, nyilván, de hozzáteszem, hogy ez mondom, ez nem egy modernkori betegség, ha úgy tetszik. Egyébként pedig a dalszövegre visszatérve, én nem akarnék ilyen nagy megfejtéseket, vagy bármiket mondani, az kétségtelen azon van, mindenképpen azt szeretném elmondani, hogy reményeim, meg hitem szerint én a dalszövegeken keresztül, még ha időnként egyébként kemények, vagy durvák, vagy nem is tudom, amilyen jelzőket használtunk, akkor is én remélem, hogy ha valaki figyelmesebben, vagy nyitott füllel hallgatja ezeket, vagy nyitott szemmel olvassa ezeket a szövegeket, akkor kihallja belőle a lehetséges megoldásokat is, nem csak a puszta dühöt, meg a puszta fröcsögést. Na nézzük, itt van egy még mélyebben spirituális irányultságú nóta. Van ördög, van Isten. Van ördög, van Isten, van minden, amiben hittem, van test, van lélek, és én most ebben a testben élek. Az úton hullák temetetlenül hevernek, hogyha nem tudod még ki vagy, hát majd megtanulod, ha vernek. Ez nagyon szép sor. Rendben, hogyha itt kell lennem, én bízom benned, csak te is bízzál bennem. És van egy utóirata is, ami egy az egyben egy idézett a Jelenések könyvéből, akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám az, és annak száma 666. Ezek szerint akkor vallod és osztod a Biblia transzcendens világnézetét és jövőképét is, hiszen ez egy jövőre vonatkozó állítás. Igen, ugye ez egy egyébként egy 94-es lemezünkről származó dal, illetve az abból, ugye abban a dalban hangzik el ez az idézet. Az a helyzet, hogy nem ismerem dehatóm, vagy tüzetesen a Bibliát, tehát nem olvastam el minden betűjét oda-vissza húszon. Ahogy ami késik, nem úgy. Ahogy hozzáteszem, hogy de akkor úgy fogalmazom, hogy igyekszem megismerni a világot, ami engem körbevesz, és ennek vastkos és fontos része a Biblia is értelemszerűen, de hozzáteszem, hogy ugyanígy vastkos és fontos része mondjuk a Bhagavad Gita, ami mondjuk a Krisna tudatnak egyfajta Bibliája, hogy tetszik, most biztosan, aki hallgatja, az így fogja fejt, hogy ilyen szavakat összekötök. Nem is ez a lényeg. Nem is ez a lényeg, sokkal inkább az, hogy azokat a gondolatokat, meg azokat a nem is tudom, sorokat vagy érzéseket, amiket egy-egy ilyen idézettel vagy dalszöveggel próbálok sugallni, vagy próbálok elmondani, azok, és itt is azért használtam ezt a bibliai idézetet, mert igenis ez egy egyértelmű és erős jelzése annak, hogy ez a dal, ez a Van ördög, van Isten, miről szól. És gondolom akkor annak is egyértelmű prognózisra kíván lenni, hogy a világ előtt egy olyan jövő áll, amit
a jelenések könyve tár elénk, amelyben a gonosz, a fenevad világbirodalma fog megvalósulni, mert hiszen ez erről szól. Figyelj, nálam ennél sokkal tanultabb, sokkal okosabb, sokkal szélesebb látókörű emberek beszéltek már erről számtalan alkalommal. Igen. Ha úgy tetszik, én ebben a kérdéskörben is maximum annyit tudok tenni, mint a egykori tihanyi echo, hogy így visszhangzom a gondolatokat. Hát az is nagyon jó, hogyha jó dolgot visszhangzol, és ebben az esetben ez így van. De még van egy sor, ami engem megfogott ebben a dalban. Nagyon egyszerű szavak, de mégis nagy jelentőséggel bírna. Én bízom benned, csak te is bízzál bennem. Szerinted az miért van, hogy egyre kevésbé tudunk egymásban bízni, most nem mi ketten, hanem általánosságban? Hogy bizalomvesztés jellemzi a világunkat. Ez jó kérdés. Nagyon-nagyon sok olyan dolog van körülöttünk, olyan sok olyan dolog zajlik körülöttünk, ami az emberekben egyfajta bizalomvesztést eredményez. De ez igaz lehet akár egy párkapcsolatra, igaz lehet a minket körbevő napi politikára, igaz lehet a minket körbevő gazdasági helyzetre, igaz lehet egy csomó mindenféle másra. Azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat nem lehet egymástól külön választani, hogy csak azért nem bízunk egymásban, mert, vagy csak azért, mert. Hogy lehetne ezért jobban tenni, hogy ha egészen miniatűr méretekben is, de legalább a saját környezetünkbe ez ne csökkenjen, hanem erősödjön. Arra gondolok itt, hogy leginkább attól csökken a bizalom, ha az ember becsapottnak érzi magát. Ergo, hogyha én ezután igyekszem nem becsapni másokat, akkor az emberek valamilyen szinten elkezdenek bízni bennem. Tehát erre gondolok. Hát végül is meg is adta saját magad kérdésére a választ, hogyha... De érted, tehát magyarul, hogyha olyan emberekkel igyekszel magad körülvenni, vagy olyan emberek társaságát keresed, akkor fogalmazzunk így, akik egyébként érdemesek a te bizalmadra, és te is bizalommal tudsz hozzájuk fordulni, érted? Meg elhiszed róluk azt, hogy amit mondanak, az valóban úgy van, és nem csak vetítenek, ahogy szokták ezt mondani. Igen. Akkor szerintem ki tudnak alakulni ilyen mikroközösségek, vagy kis dolgok, aztán ezek, hogyha egymáshoz csatlakoznak, akkor ebből lehet egyre több és több. Egyébként meg hozzáteszem, hogy visszautalva az előző dalszövegnek ez a János jelenések könyve dolgára, körbevesz minket egy folyamat, ami nem feltétlenül kell, hogy minden egyes embert ugyanolyan szinten és egyformán pontosan ugyanúgy érintsen, hiszen mi sem vagyunk egyformák, egy csomó mindenben különbözünk, fiúk vagyunk, lányok vagyunk, magasok, alacsonyok, nem is kezdek ebbe a dologba bele jobban. Ezzel együtt azt gondolom, hogy azt a fajta folyamatot, amit most látunk magunk körül, azt ha tetszik, ha nem, végig kell vinnünk. Nincs mese, szerintem. Ehhez a szálhoz kapcsolódva jöjjön egy idézet a Jel című dalotokból. Amikor könnyek nélkül sírsz, és enni se bírsz, és be vagy rúgva, és verseket írsz, hogy az élet gyűlöl téged, jöhetne végre a végítélet, te vagy a testem, én belédestem, és te itt élsz bennem, és te is itt élsz bennem, ha érdekel, hát hinned kell, mert a megváltásod én hozom el. Én vagyok a jel, nem hagylak el, számíthatsz rám, én vagyok a jel, értened kell, számíthatsz rám. Szóval ez is egy ilyen bizalomépítő szöveg akar lenni az én olvasatomban. Mi több, mint hogyha az égiek nevében beszélnél a hallgatókhoz. Szóval honnan jön ez az empátia? Figyú, amikor ezt a dalt, vagy ezt a dal szöveget lemezre énekeltem, akkor nyilván az én hangomban hallottad ezt a dalt, ha meghallgattad, de egy kicsit most kabufát rúgtál egyébként. Mert hogy ez egy korabeli Bonanza Banzai nótának a tankcsopda verziója. Csináltunk, akkor ezt nem tudtam. Semmi gáz egyébként, de hozzáteszem, nagyon fontos hozzátennem azt, hogy ezt a dal szöveget akár én is írhattam volna, egyébként Kovács Ákos írta. Igen. Ezt a dal szöveget, illetve ennek a dal szövegnek az eredetiét, amit mi, amikor ezt a bizonyos egyébként egy komplet lemezt csináltunk különböző zenekarok dalaiból, dolgozzátok fel a lemez címe. Igen, igen. És ennek a nyitó dala, ez a Jel című dal, mondom, egy korabeli Bonanza Banzai dal, aminek mondom a szövegét, az eredeti dalt Kovács Ákos írta a szövegét. Nem csak ennek a dalnak, hanem azon a lemezen az összes dalnak a szövegébe többé-kevésbé belenyúltam, és ha úgy tetszik, tankcsapdássá, kicsit lukácsosabbá a szófordulatokat, a zenei értelemben véve, és egyébként természetesen hozzányúltunk ezekhez a dalokhoz. Tehát ilyen értelemben véve
akár én is írhattam volna ezt a dalszöveget. Hát azért énekelted el, mert... Pontosan így van, pontosan erre akartam célozni, de egyébként ezt a dalt, ennek a dalnak az eredetét, azt nem én írtam, az Kovács Ákos. Jó, de akkor még kevésbé meglepő, hogy egy ilyen égből leszóló hang, hiszen Ákos is egy hívő ember, de hogy akkor is fennáll a kérdés, hogy honnan jön az az empátia, vagy az a bátorság, hogy kvázi így az ég megszemélyesítőjeként. Szerintem, igen, értem a kérdést, ezt mások is feltették már, hogy nem tartom magam túlságosan nagy képenek, amikor Jézus nevében beszélek. Én egy ilyen dal szöveggel éneklésekor nem önmagamat akarom előtérbe helyezni. Ez nem arról szól, hogy Lukács Laci Debrecenből a mit tudom milyen utca hány szám alól gondolja magáról ezt. Sokkal inkább ez egyfajta megszemélyesítés, mint amikor egy színész kimegy a színpadra, ugye színpad akár egy zenés darabban, egy énekes színész, és elénekli mondjuk Néró a császár szerepét egy adott színdarabban. Nyilvánvalóan a színész nem gondolja magáról, hogy ő maga lenne Nérónak valamiféle reinkarnációja. Hát jó esetben. Jellemzően azért általában a színésznek nincsenek ilyen katonásaik szerencsére, és a legtöbb esetben. Ettől függetlenül lehet hiteles az ő szájából egy ilyen gondolat, mert én azt gondolom, hogy az én számból is hiteles egy ilyen gondolat. Igen. Néró viszont költőnek képzelte magát, bár az lehetett volna, kevesebb kárt okozott volna. Zászlóként egy olyan idézetet szeretnék most felolvasni tőled, amelyhez már nem is szeretnék semmilyen kommentárt fűzni, mert önmagáért szól. A gyűlölet a régi. Van, aki feláldozta érettünk az egyetlen fiát, van, akinek a lábai előtt meg ott hever lassan az egész világ. Kéne már egy jel, valami égi, mert az ember lehet új, de a szívében a gyűlölet a régi. Nagyon szép, és köszönjük neked. Lukács Laci, hogy itt voltál, tehát Lukács Laci a Tankcsapda frontembere volt a vendégem, és folytatjuk a Rocktérítő Plusz adásfolyamot. Sziasztok! Hello!